Tanga parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell. A Millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek. Na nézzük akkor, hogy melyik gombra nyomjunk. Itt van velünk a vonalban Bodnár Martin, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Szevasz, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na mi az, ami jön? Hát pénteken tudjuk, hogy jön amerikai munkanélküliség, meg európai infláció. Az amerikai tőzsdét az valószínűleg inkább az első érdekli, de hát addig azért még egy csomó kereskedési nap van. Volt ilyen kis iránykeresgetés. Igen, és egyébként folyamatosan, előző héten ugye ment a piac, most már azt mondhatjuk, hogy két hete folyamatosan, tehát egymás után emelkedett a piac. Egyébként annak ellenére, hogy annyira jó hírek nem jönnek összességében. Tehát ugye a Fed az eddigi laza monetáris politikai kommunikációból, ugye előző héten, hétfőn úgy mondhatjuk, hogy átváltott egy ilyen szigorúbb, ilyen héjább irányba, tehát hogy szigorúbb gazdaságpolitikát fog folytatni, monetáris politikát. Közben megjelentek ezek a stagflációs félelmek is, ugye ezért lesz nagyon fontos itt a hét vége felé, ahogy ti is említettétek. Ez ugye azt jelenti a stagfláció, hogy ugye magas infláció, lassú gazdasági növekedéssel vagy recesszióval, ugye, és emellett még ugye magas munkanélküliségi rátával is, úgyhogy ezért nagyon érdekes lesz itt a csütörtök és pénteki nap, és ugye Biden és Putin is folyamatosan azért ilyen indirekt módon, vagy úgy mondhatjuk, üzengetnek egymásnak. Tehát annyira nem fényes a helyzet a két ország között. Ennek ellenére a Dow az 0,3%-ot ment, a Nasdaq 2%-ot emelkedett a héten, az S&P pedig 1,8%-ot, márciusban majdnem 4%-ot, és most már feljebb van, mint az orosz-ukrán krízis elején. Tehát teljesen Amerika ledolgozta, úgymond, ezt a beesést. Egyébként még, ami érdekes lesz, hogy az OPEC Plus meeting is lesz, ugye ez egy virtuális gyűlés lesz a héten, és nem terveznek emelni egyébként a kitermelést, annak ellenére, hogy a nyersolaj 14 éves csúcson van. Ugye ez is hatással lesz rengeteg olajkitermelő vállalatra Amerikába, úgyhogy ugye folyamatosan feljebb és feljebb árazzák, és a célárakat is rendszeresen emelgetik ezeknél a cégeknél. Vállalati oldalról egyébként lesznek még jelentések, mert ugye nem a legfényesebb, legnagyobb vállalatok fognak jelenteni, de például nyitás előtt a mai nap, tehát pár óra múlva igazából az Xpeng fogja publikálni az adatait, ő egy kínai elektromos autógyártó, ugye úgy emlegették még régebben, hogy a Teslának az egyik nagy konkurense. Itt az elemzői várakozás az majdnem 200%-os évperéves árbevétel növekedés, és részvénykénti eredménynél mínusz 0,40 dollárt várnak, egy éve ez mínusz 0,15 volt, tehát itt a költségek emelkednek azért jelentősen. Egyébként tőzsdei bevezetése óta az Xpeng 75%-ban túlteljesíti a várakozásokat, és ez a folytonos költségnövekedés, ez az értékesítési hálózat építésének köszönhető, kutatás és fejlesztésben rengeteg pénzt investálnak, itt ugye az önvezető részében, a technológia kifejlesztésébe az autónak, illetve ugye egyértelműen az alapanyagárak, ugye ez a háború se segít nagyon, főleg itt ugye lítium, nikkel, kobalt, mangán, ezeknek mind nagyon durván elszállt az ára. És egyébként azt is érdemes megemlíteni itt, hogy a kínai kormány már nem támogatja a kínai elektromos autókat, egy időben ugye ez folyamatosan ösztönözte egy gyárépítésre, és az, hogy a kapacitásaikat tudják növelni, a különböző itt az Xpeng, Li és NIO vállalatokat, de most már kivonult ilyen szinte. A Q4-ben egyébként 42 000 autót sikerült gyártaniuk, ez 222%-os növekedés, összesen 2021-ben pedig 98 000, tehát folyamatosan nagyon szép ütemben nőnek. Emellett egyébként a két konkurens, a Li és a NIO, kevesebbet, a Leeds 90 ezer autó körül gyártott, a NIO pedig 91.500 körül. NIO produkálta a legkisebb növekedést, és ugye előző héten ő jelentett is, és be is esett, mert elég rosszat sikerült publikálnia.
Emellett egyébként még az Xpeng-ről azt is elmondhatjuk, hogy ugyanaz van, mint a Tesla-nál, tehát folyamatosan ők is emelik most már az árakat. És ez a chip hiánynak, alapanyag hiánynak, illetve ugye az Omicronnak Kínában köszönhető. Ugye Tesla gyárat is leállítottak több napig Kínába, és ugye Xpeng-nél is ez fenyeget, hogy itt is lehetnek gyárleállások, illetve a kivezetési félelmek, mint minden kínai papírnál. Hogy ez a delisting, ez ugye egyre erősebben felüti a fejét. Ugye van ez a Weibo nevezető kínai hírportál, itt már ugye több találgatás is ment, hogy milyen kínai papírok lehetnek érintettek egy ilyen kivezetési ügyben, és eléggé figyelik ezt a befektetők, illetve hogy Kína is mit lép, mit kommunikál, és hogyan viszonyul az USA-hoz ilyen téren. Hétvége felé még az lesz érdekes, hogy mindenki az új eladási számokat fogja publikálni. Itt az Xpeng, NIO, Li és Tesla-ról van szó. Januárban és februárban tudjuk, hogy az Xpeng és a Li már veri a NIO-nak az eladási számait, és még ami érdekes, hogy Teslától pedig idén olyan 2 millió eladott példányszámot várnak, tehát ott is egy elég szép növekedést prognosztizálnak. Pénteki záróára az Xpengnek 27,05 dollár körül volt, tehát 47% mínuszban van idén. Oké, tehát akkor az izgalmas lesz. A többiek is érdekesek? Ugye a Li Auto, a Neo, meg a, vagy a NIO, meg a Tesla? Igen, a NIO ugye ő már lejelentette a saját részét előző héten. És igen, csak hogy ennek a jelentésnek a tükrében érdemes őket is figyelni. Pontosan, főleg egyébként itt a Li Autót és a Teslát rájuk leszünk kíváncsiak. Úgy látszik, hogy a NIO mellett már kezdenek elmenni itt a konkurense. Oké. Aki viszont még a másik oldalról érdekes lesz és jelenteni fog, az pedig, hogyha félvezetőkről beszéltünk, mert itt is ugye folyamatosan ugye a chip hiány, minden erről szól egyébként, és az pedig a Micron Technologies lesz, ő Q2-es számait fogja kedden piaczárás után publikálni. Itt a bevétel növekedés 20%, amit az elemzők várnak év per év, viszont a részvénykénti eredmény növekedés a 100%. Okay. Tehát, hogy egy óriási növekedés van, látszik, hogy óriási kereslet van ezekre a termékekre, és ugye ez a Micron, ő a legnagyobb amerikai memória chip gyártó cég, és itt ugye egyre több megrendelése van itt a hálózatépítés miatt, az adatközpontok távhúzása miatt, illetve az autógyártók vásárolnak fel mostanában rengeteg ilyen chipet. Azt kell tudni, hogy egy ilyen modern autó körülbelül ilyen 1500-3000 félvezetőt tartalmaz, tehát hogy bőven lehet bele alkatrészeket gyártani, és ugye az elektromos autók meg kifejezetten ugye ennél is inkább a range-nek, sávnak a tetejét lövik be, tehát ott egyre több chipre van szükség. A Micronnak a két fő terméke a NAND és a DRAM. DRAM-ból is ugye ez a DDR3-as, és itt is folyamatos árnövekedést látunk. NAND-oknak már elkezdett folyamatosan éveleje óta nőni az ára, és még 5-10%-kal feljebb prognosztizálják idén. A DRAM-oknak pedig egy 0-5% közötti növekedést várnak az árszinten. A kereskedés is úgy látják, hogy növekedni fog még idén 17%-kal, tehát folyamatosan azt gondolják, hogy ez egy nagyon lukratív lehetőség lesz az ilyen típusú vállalatoknak, akik ilyen chip téren mozognak. Ő egyébként a Micron idén mínusz 16%-ban van, a hozzátartozó index, az SOX, ez a félvezető index, az pedig mínusz 11-ben, tehát kicsit túladottá vált. Oké. Jó, izgalmas lesz, akkor figyeljük akkor a Micront, a Teslát, a Li Autót és az Xpenget a gyors jelentés kapcsán. Köszönjük szépen, Martin, jó munkát nektek, jó kereskedést! Nektek is, sziasztok! Bodnár Martinnal beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Primör zöldség aranyáron, ez a témánk majd Mihálovics gazda rovatunkban. Itt van a gazda, és arra vár, hogy megbeszélesse ezt a témát. Hát nem túl jó hír, ugye természetesen. További fogyasztás csökkenést is okoz, illetve hát nyilván a pénztárcát mélyebbre kell nyúlni a pénztárcákban a primör zöldségért. Ez lesz majd Czoller Andi hírei után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.